A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Vendégem a stúdióban egy olyan személy, aki a divat, illetve a fotózás világában is megtalálta már a helyét, több mint 10 éve dolgozik stylistként. Nagy Dóra a vendégem, köszöntelek. Sziasztok. Mesélj nekem arról, hogy mégis hogyan kerültél te kapcsolatba a divat világával, illetve mutatkozz be egy kicsit a nézőknek. Köszönöm szépen a meghívást először is. Valóban több mint 10 éve dolgozom stylistként, de ez nem egyik pillanatról a másikra kezdődött, hanem úgy érzem, hogy mindig is ez volt az az út, ami felé sodort úgymond az élet. Alapvetően mindig is egy nagyon lányos lány voltam, tehát egy klasszik rózsaszín szobás, nagyon csajos lány voltam, aki mindig is imádta a ruhákat, meg öltözködni, és művészeti iskolákba jártam, általános és középiskolában, egészen pontosan tóparti textil szakra jártam ide Székesfehérvárra, és aztán a főiskola mellett végeztem el a stylist szakot. Eredetileg divattervező szerettem volna lenni, de aztán más felé kanyarodtam, ami egyáltalán nem is baj, sőt, mert nagyon-nagyon szeretem a munkámat. És így az első közt végeztem, tehát akkor az még egy viszonylag új dolog volt Magyarországon, egy vagy két évvel előtte indították talán az első szakokat, úgyhogy 2009-ben végeztem stylistként, és akkor utána, mint általában majdnem minden stylist asszisztenskedéssel kezdtem, már befutott stylistok mellett, és aztán szépen fokozatosan én is szerencsére egyre több munkát kaptam. Kik azok, akik mellett dolgoztál? Mesélj a kezdetekről egy picit. A kezdetekben filmes stylistok mellett dolgoztam, illetve akik magazinnál dolgoznak, szóval elég változatos volt, illetve voltam egyébként gyakornok, újságíró gyakornok, tehát akkor még úgy próbálkoztam, illetve keresgéltem egészen pontosan, hogy most azt mindig is tudtam, hogy a divat szakma, tehát abba teljesen bele voltam szeretve. Akkor az elején még egy divatáru üzletben eladóként is én már teljesen boldog lettem volna. Szóval bevallom őszintén, hogy én arról nagyon sokáig álmodni sem mertem, hogy stylist leszek, tehát ez tényleg az álmai munkáját csinálom, és nagyon sokáig még így félve is mondtam, hogy hát igen, stylist vagyok, mert itt tényleg alig mertem elhinni. Úgyhogy az elején, amikor még így keresgéltem, hogy pontosan a divat szakmán belül mi legyen, akkor egy online divat magazinnál például voltam újságíró gyakornok is. Úgyhogy itt sok mindent kipróbáltam, azt is egyébként nagyon szerettem. Minden, ami divattal kapcsolatos, tehát írni róla, alkotni benne, az minden jöhet. Ugye mondtad most az írás, de emellett mik voltak még a feladataid gyakornokként? Amikor asszisztens voltam, most már tanítok egyébként, és így pláne látom a kontrasztot, hogy, de szerintem ez majdnem minden szakmában igaz, hogy egy óriási változás van, amikor az ember az iskolából, bármilyen iskolából szinte kikerül, és aztán elkezd dolgozni. És pontosan így is volt, hogy az elméleti alapokat jellemzően nagyon jól megszereztem az iskolában, a stylist képzésen, divattörténet, divattervezők, különböző fogalmak, stb. Tehát ez így megvolt, viszont a gyakorlati részét azt meg tényleg akkor tanulja meg az ember, amikor asszisztenskedik egy stylist mellett, mindenféle apróságot, a ruhacsíptetést, akár a gombfelvarrást, hogyha esetleg ez korábban nem volt szerencséje a gőzölő használatot. Tehát minden ilyen sok-sok apróság, ami igazából nagyon fontos, mert a fotózások és a forgatások alkalmával viszont a ruháknak tényleg tökéletesen kell állniuk. Tehát nagyon-nagyon sok apróság van, amire oda kell figyelni. Azt a ritmust, hogy felvegye az ember, hogy csapatban hogyan dolgozzon együtt fotóssal, rendezővel, sminkessel, fodrász, ügyféllel, ennek az egésznek a kommunikáció, tehát ezeket a soft skill-eket és a gyakorlati részét tanulja meg az ember asszisztensként szerintem.
És hogyan kerültél kapcsolatba is Székesfehérvárral? Hol kezdted egyáltalán a munkásságodat? Alapvetően székesfehérvári vagyok, tehát én innen származom, itt jártam általános iskolába, itt jártam középiskolába, ahogyan mondtam, a Tópartiba, nagyon-nagyon szerettem egyébként, és aztán főiskolára kerültem fel Budapestre, és Budapesten volt a stylist képzés is. Azóta is rendszeresen visszajárok, meg a főiskola alatt, illetve a munkáim elején két laki életet folytattam inkább, és hát a anyukámék itt laknak, meg az összes rokonom, a barátaim egy része, úgyhogy én nagyon-nagyon sokat járok, szerencsére most sem lakunk messze, sokáig Budapesten laktunk, de most pont félúton a kettő között van házunk, úgyhogy én rendszeresen járok Fehérvárra, nagyon szeretem egyébként, a hosszú távú terveim között szerepel, hogy esetleg visszaköltözök ide vagy a környékre. Erről még beszélünk majd a hosszú távú terveidről. A beszélgetés elején mondtam, hogy ugye fotózással is foglalkozol. Uh-huh. Ez hogyan alakult ki nálad? A fotózások azok jellemzően alkalmi munkák, tehát fotózásokon stylistként dolgozom egészen pontosan, nem fotósként, abszolút nem, az egy külön szakma. Ugyebár styliston belül két nagy csoport van. Van a divat stylist, aki magazinoknál dolgozik, például fotózásokon, egy nagyon kreatív munkáról van szó. Az tényleg a művészi, alkotós része ennek a szakmának. És van a személyi styling, amikor meg emberekkel foglalkozik az ember. Ott is persze lehet alkotni és kreatívkodni, csak kicsit szűkebb keretek között, mert ott az a lényeg, hogy az adott emberből kihozna maximumot, ő jól érezze magát, és még jobban azáltal, amiben te felöltözteted. Úgyhogy én jellemzően egyébként személyi stylistként dolgoztam nagyon sokáig, majdhogy nem szinte kizárólag, és akkor így mellette jött be egy-két fotózás az életembe. Ami ilyen hosszabb távú volt, az egy magazinnál volt, egy hosszabb időszak, most nem is tudom pontosan megmondani, hogy mennyi idő, amikor rendszeresen voltak fotózásaink abba az adott magazinba. Emellett egyébként még reklámfotózások vannak jellemzően, alkalmilag. Mi az, ami hozzád a legközelebb áll? Ez egy jó kérdés. Én nagyon szeretek személyi stylist lenni, mert nagyon-nagyon szeretem a munkámban azt, az egyik legjobban, hogy mekkora örömöt tudok okozni az embereknek. Tehát amikor azt látom, hogy pár óra leforgása alatt egy nő a kezeim közt úgymond így kivirágzik, és így kivirul, és elkezdi magát jól érezni a bőrében, és hogy mekkora boldogságot tudok ezzel szerezni, hogy tényleg nagyon sokan a nyakamba ugranak szinte a végére, meg hálálkodó leveleket kapok, és tényleg meg tudok rajta hatódni, mert látom tényleg, hogy ez akkora élmény, és az annyira sokat ad, hogy én nagyon sokat foglalkozom ezzel a lelki részével is. Tehát egy ilyen személyi sztájlizkodás az azért egy elég intim helyzet. Ott megtudhatsz olyat az adott emberről, amit csak a legjobb barátnőjének mond el sokszor. Úgyhogy én ezt a részét is nagyon szeretem, ezt a személyi sztájlizkodást emiatt, az emberi része miatt, hogy mennyit tudok adni ezáltal. De azt a részét is imádom, amikor divat stylistkodhatok, mert az sokkal jobban magamról szól, és a kreativitásról. Tehát ugyebár mindig is egy művész ember voltam, és imádok alkotni, meg elképzelni, meg kreatívkodni, és a divat egy tényleg egy végtelen játszótér, meg rengeteg eszköz áll a rendelkezésére az embernek ebben, hogy olyan különleges szetteket alkosson meglévő ruhákból, ugyebár nem divattervezők vagyok, tehát nem a ruhákat alkotjuk meg, hanem a szetteket. Azokat úgy összekombinálni, hogy az sokszor egyébként egy átlagos ember számára nem is feltétlenül érthető, hanem rögtön megkapja az ember, hogy úristen, hát ilyet föl se vennék meg, ez nem reális. De ilyenkor nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy mit tudsz kihozni a ruhákból, hogy milyen különlegességeket, az arányokat, a formákat, tényleg egy nagyon-nagyon fantáziadús. Úgyhogy én igazából mind a kettő részét, én azt szeretem, hogyha mind a kettőt tudom csinálni így párhuzamosan.
Egyébként igen, nőként mondhatom, hogy valóban nagyon fontos a külső megjelenés, meg tényleg sokat tud számítani az embernek a hangulatához, sokat tud hozzátenni. Egyébként hogy kell ezt nálad elképzelni, téged megkeresnek, vagy te keresed meg őket, hogy kell ezt mégis elképzelni egy ilyen alkalmat? A részemről annyi a megkeresés, hogy social media reklámok formájában úgymond el tudok érni emberekhez például, vagy az adott felületeimet, honlapomat, stb. Felhasználva, de nem igazán mondanám azt, hogy én keresem meg az embereket. Én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy két budapesti plázában is dolgoztam személyi stylistként, tehát ott adva volt egy ilyen szolgáltatás, be lehetett rá jelentkezni, teljesen ingyenesen, bárki el tudott rá jönni, és akkor ott tudtam ezt a munkámat végezni. És akkor ebből adódóan, vagy ettől függetlenül ajánlás alapján, nyilván az a legjobb, amikor igazából nekem is a legjobb reklám az elégedett ügyfél, úgymond, tehát amikor ő mesél róla, hogy ez milyen jó, akkor, de voltak olyanok is, amikor úri emberek kerestek meg, hogy a feleségüknek szeretnének ilyet, szájhagyomány útján szerintem a leginkább, illetve ebben a két plázában valósult meg ez a legtöbbször, úgyhogy... Úgyhogy elég változatos, de általában engem keresnek meg, igen, jellemzően. Én mondhatom, hogy hát ez de jó lenne neked, de nyilván ez olyan, hogyha az ember ő maga érzi, hogy erre szüksége van, és szívesen menne, akkor tud működni a dolog. És hogyha oda mennek hozzád, egy ilyen alkalmat hogyan kell elképzelni, mi az, amiben segítesz, mint stylist? Alapvetően abban, hogy az ő személyes stílusát megtaláljuk, és hogy jól érezze magát a bőrében, hogy olyan darabokat hordjon, ami jól áll neki, és ami önazonos. És nyilván elfogult vagyok a szakmámmal szemben, de tényleg azt látom, hogy pláne a nőknél ez nagyon-nagyon sokat számít. És a kínálat az adva van, tehát emlékszem, hogy amikor én voltam középiskolás, akkor nyílt a pláza, tehát hogy akkor elképzelhetetlen volt, hogy ekkora merítésből tudjon dolgozni az ember, de ma már rengeteg üzlet van. Ehhez képest azért, amikor az ember valamit konkrétan keres, azt továbbra is nagyon nehéz megtalálni, de nyilván egy pláza keretein belül azért alapvetően széles a kínálat, és akkor mindig beszélgetünk az elején egy picit, nyilván közben radarozók, szkennelek, hogy kinézetben mi az, ami adott, illetve áthallgatom is, hogy mi az, amit mond, hogy milyen élethelyzetben van, hogy mit dolgozik, hogy milyen üzletekben szokott vásárolni, akkor nyilván az anyagi keretet is nagyjából be tudom lőni. És akkor testalkatához jellemzően és a személyiségéhez, és természetesen, ami nagyon divatos most ez a színtípus, bevallom őszintén nálam az van a harmadik helyen, mert szerintem a szabásvonalak és a személyiség az többet nyom alatba, és kicsit azt tapasztalom, hogy a színtípus sokszor felül tudja írni az előző kettőt. De egyébként a legszerencsésebb, és nyilván ez az összességében ez a végcél, amikor ez a három így együtt van. Tehát, hogy amikor a színei is stimmelnek az embernek, a szabásvonalak mindenképpen, és tényleg, ha meg a önazonosa az egész öltözködés, akkor meg az látványos. Tehát az meg nagyon-nagyon jellemző, hogy ezt szokták mondani a vendégeim, hogy másnap vagy rákövetkező alkalommal, amikor bementek a munkába, mindenki így el volt álljul, vagy úristen, mi történt veled, és akkor mint a kicserélték volna az ember, tényleg sokszor olyan. Éppen ezt akartam kérdezni, hogy ilyenkor egy alkalomról van szó, vagy pedig visszamennek hozzá, hogyan tudják beiktatni a mindennapjaikba azt, változó, amit a tanácshoz. Változó. Legtöbben egyszer jönnek el, de nyugodtan eljöhetnek többször is, sőt, én nagyon szeretem, mert azért ez jellemzően, és ideális esetben azért ez egy hosszabb folyamat. Csak ugyebár nem hibáztatom úgymond őket, meg megértem, mert hát elképesztően felgyorsult világban élünk, és nagyon-nagyon sok mindennel kell foglalkozni. Ezt én is tényleg, pláne kisgyerekes anyukaként tudom, hogy az ember tényleg szétszakadt, tehát hogy annyira sok mindenre kell figyelni. Úgyhogy már egy alkalommal is nagyon nagy változást tudunk elérni, de ideális esetben én azt szeretem, és azt is javaslom, hogyha többször
visszajön az ember. Érdemes például először egy gardróbrendezéssel kezdeni. Tehát, hogy átnézzük először is, hogy miből dolgozunk, mi az, ami van, mi az, amire még szükség van, mit mivel tud felvenni azok közül, amik már megvannak, mennyire jók azok a darabok, személyiségben, testalkatban. És akkor utána összeírunk egy listát, és akkor ők ideális esetben, megint csak mondom, következő alkalommal már együtt megyünk vásárolni, és akkor körülnézzünk, mi az, ami kellenek, és akkor általában azért több alkalom az, mire úgy tényleg az egész ruhatárat ki tudjuk alakítani, de nyilván attól is függ, hogy milyenek a meglévő darabok, és akkor szoktam olyat csinálni, hogy mondjuk fél évente, szezonálisan, egy tavaszi-nyári, egy őszi-téli. Hát ez tényleg nagyon egyéniség függő, hogy ki mennyit szán erre időben, pénzben, stb. De hála az égnek, mondom, ez igazából jól, tehát a sikert mutatja, hogy már egy alkalom is tényleg sokat tud számítani, és akkor nem feltétlenül azért nem jönnek vissza, mert hogy egyáltalán nem azért, mert hogy nem tetszett, mert hogy látom rajtuk, hogy tetszik, hanem hogy úgy tényleg úgy nagyon, nagyon hatékonyan sikerült valószínűleg átadnom, meg elmondanom, de van, aki visszatér, van olyan férfi, egyre több a férfi vendég is egyébként, én úgy látom, hogy őket is egyre jobban érdekli, ami nagyon jó dolog szerintem, bár teljesen más a hozzáállásuk, tehát a nőknél ugyebár a nőiesség, az önbizalom, ami számít, a férfiaknál meg a hatékonyság egyértelműen, tehát nekik meg az, hogy úristen, itt van ez a hatalmas ruhadzsungel, és akkor segítsen valaki ebben tájékozódni, és ha gyorsak vagyunk és hatékonyak, és ő hazamehet minél előbb, akkor már szuper. Milyen korosztályt jelent ez egyébként? A korosztály az jellemzően 20-30-40-50, kevesebb szokott lenni a tinédzser, és a 56-60 pluszos kevesebb. De ha belegondolsz, igazából nincs nagyon ennek ilyen korosztálybeli korláta, mert hát szerintem szinte mindenkire vonatkozik, így vagy úgy öltözködik, lehetőség szerint a lehető legjobban. Legalábbis jó, hogyha szeretne, vagy van erre törekvés. Úgyhogy hát talán tinédzserkorban kezdi el érdekelni ez az embert, és aztán jó esetben onnantól kezdve változó mértékben, de hogy fennmarad ez a dolog, hogy szeretnénk jól kinézni és jól öltözködni, úgyhogy ez is változatos. Tehát van ilyen is, olyan is, azért ha jellemző korosztályt kéne mondanom, akkor azt mondanám, hogy aki már azért elkezdett dolgozni, és akkor a munkahelyén esetleg fontos, hogy akár valamilyen szabály szerint is van valami dress code, vagy meg össze akarja összhangba hozni a saját személyiségével, jellemzően ez a korosztály szokott eljönni hozzám. Említetted, hogy felgyorsult világot élünk, és ez sokszor nem egyszerű. Te milyen nehézségekbe ütközöl még a munkád során? Hát így, hogy kisgyerekes anyuka vagyok, így most abban a nehézségben, hogy elsősorban, ami így elsőre eszembe jutott, hogy a kompletten a világ is nagyon felgyorsult, és azon belül a divat szakmára meg szerintem extra mód jellemző a gyorsaság. Tehát tényleg a trendek azok szinte egyik napról a másikra jönnek, mennek. Pláne a social media felületek megjelenésével ez borzasztóan felgyorsult, ugyebár egy influencer egyik nap felvesz valamit, akkor másnap az már a fast fashion boltokban kapható, harmadnap meg már senki nem hordja, mert kiment a divatból. Tehát ez az up-to-date-ség igazából most, így pláne mondom, ebben a jelenlegi helyzetben nekem ez a legnagyobb kihívás, hogy mindig napra késznek maradni. Én nagyon-nagyon szeretem az egyik kedvenc divattervezőm Armani, és ő fogalmazta meg nagyon jól, hogy nem is tudom most nyilván szó szerint idézni, de az a lényege, hogy egy stylist az mindig stylist, tehát hogyha kimegy az utcára, is nézi az öltözködést, hogyha olvas valamit, is a képek, tehát mindig a ruhákra fókuszálunk, egy híradóban, egy tévéműsorban, mindig folyamatosan, de nem is tudatosul sokszor ez bennünk, de hogy mindig figyelünk, hogy vannak öltözve az emberek, és közben meg ugyebár ott van, hogy az erős szakmai tudás mellett, amit mondtam, hogy az iskolában szerez meg az ember a divattörténet, divattervező fogalmak, és közben a trendek, tehát vannak ezek a fél évre előre megtervezett, nagyvonalú trendek, azzal is tisztában lenni, de közben tényleg egyik napról a másikra, akár a social médián látsz valami olyat, ami hirtelen nagyon nagy erőre kap. Tehát igazából szerintem
Ez a legnagyobb kihívás, még hogyha nincs is kisgyereke az embernek, hogy ez a naprakészség. Uh-huh. Tehát azért mindenről, amilyen információ áradat van, az szinte lehetetlen tudni. Tehát el is kell folyamatosan mélyíteni a szakmai tudásodat. Én például úgy szoktam csinálni, hogy minden második könyvet, tehát egy szép irodalom, egy szakirodalom, egy szép irodalom, egy szakirodalom. Tehát, hogy azért meglegyen a lelki táplálék is, de közben a szakmailag is mélyítsem magam, és közben meg az aktuális hírek, és a divatra minden hat, tehát egy háború akár, egy sportesemény, minden. Tehát, hogy közvetve vagy közvetlenül, én ezt szeretem egyébként a legjobban benne, és szerintem ez a legizgalmasabb, hogy tehát a korunknak a lenyomatát, az tökéletesen tükrözi. Tehát ez az up-to-date-ség, ha így egy szóban kell mondanom. És akkor úgy veszem ki a szavaidból, hogy ez neked egyfajta hobbi is a munkád mellett. Abszolút, igen. Milyen terveid vannak a jövőre nézve? A jövőre nézve nekem most nagyon nagy szabású terveim vannak. Én mindig is egyéni vállalkozóként dolgoztam, stylistként. Ez jellemzően, ez szerintem majdnem minden stylistnál így van. Nagyon kevés olyan szerencsés van, aki alkalmazásban van a tévénél, vagy magazinnál. Ez a ritkább. Általában szabadúszók a stylistok. És ugyebár ez együtt jár le azzal, hogy van egy erős kiszámíthatatlanság benne, egy hegyek, hullámvölgyek által szegélyezett út, és összességében a jövőben én szeretnék sokkal stabilabb helyzetet kialakítani, nyilván megint csak nyilván az anyaság miatt is valószínűleg érzem ezt, hogy ezt már több mint 10 éve csinálom, és az instabilitás az nagyon jellemző rá. Ennek is megvannak a szépségei, mert nagyon izgalmas és változatos, de hát azért most egy idő után már szerintem szeretné az ember, hogyha így biztosabb helyzetben érezné magát. És ezért gondoltam azt, hogy most már konkrétan tényleg úgy szeretnék saját vállalkozást, aminek én vagyok úgymond az irányítója. Úgyhogy nem tudom, hogy ebben mennyire menjek bele ennek a részleteibe, de vannak határozott elképzeléseim, amiben már van is tapasztalatom, közvetve vagy közvetlenül, és azokra szeretnék még jobban ráállni. Tehát, hogy belefér időbe, és egy kicsit beszélhetek róla, akkor egészen konkrétan arról van szó, hogy első körben legalábbis, hogy ilyen komplett makeover részlegek kialakításával foglalkozok egy ideje. Ez azt jelenti, hogy amikor a tévében szerintem ilyet mindenki látott már, ezek az tipikusan ilyen előtte-utána műsorok, amikor bemegy egy hölgy, és akkor kompletten új frizura, új smink, vagy hát egy jó smink, és új ruha, és egy ilyen komplett átváltoztatás. Ez a makeover igazából ezt is jelenti, magyarul ugye ezek átváltoztató show-k ezek. És én ezt kezdtem el, hát most már több mint 6 éve kezdtük el egy bizonyos cég családi napjára kivinni, és ezt megvalósítani, úgyhogy én vagyok stylistként ott, van asszisztens, meg adminisztrátor is, mert az nagyon kell, plusz fodrászok és sminkesek, és ez egyre nagyobbá nőtte ki magát az évek során, és már fotóst is viszek, tehát tényleg még is van örökítve ez az előtte-utána állapot, és hát tényleg szerintem bátran kijelenthetem, hogy ezt imádják a nőt. Tehát én azt látom, nyilván megint csak elfogultság is, de hogy tényleg azt is látom, hogy szerintem ez egy olyan dolog, amit nagyon sok nő szeretne kipróbálni, csak nem feltétlenül a kamerák keresztüzében. És itt megadva van, és persze egy nagyon rapid és gyors módon, később természetesen eljöhet majd hozzánk egy egész napos program formájában, és tehát ezt is itt szeretném felépíteni, hogy itt igazából kicsit így belekóstol, hogy milyen ez az egész, és aztán majd egy komplett nap róla is szólhat. De hogy ez a lényege, hogy a lehető legjobb frizura, a lehető legjobb smink, és akkor én meg átöltöztetem, és még erről kap egy jó kis képet is, és akkor ez az, amivel cégeket szeretnék megkeresni, mert ez egy adott cégnél ez évek óta nagyon nagy sikerrel megy, és elsősorban, vagy első körben most nekem ez a tervem, hogy minél több céges rendezvényére, családi napjára eljussunk ilyen formában, és nem csak ez a vonal van, hanem van egy másik is, ami hát majdhogy nem ugyanaz, csak annyi különbsége, hogy egy cégnél ugyebár ott a céges dolgozók és a hozzátartozók számára elérhető ez, tehát nem nyílt módon, nem akárki számára, és ebben benne van az is, hogy ugyebár azt látom, hogy azért ez a stylist szakma, ez nagyon sok szakma vagy világ, nagyon Budapest központú. És én meg
eredetileg is vidéki lányként, én ez ellen úgy szeretnék tenni, mert őszintén hiszek benne, hogy minden vidéki nagyvárosban van az a közönség, az a női közönség, aki ezt abszolút meg is tudja tenni, nagyon szeretné, és csak nem feltétlenül van erre lehetősége. És akkor ezt a makeover dolgot, ezt a szolgáltatást szeretném elvinni vidéki nagyvárosokba, egy egész napos program formájában, ahol délelőtt előadásokat is hallgathat az ember, délután részt vehet ezen az átalakításon, tehát egy nagyon komplett csomagot kap, és aztán lehet arra jelentkezni, hogy aztán majd később egy egész napos makeover formájában folytathatja ezt a dolgot, mert ott ugye bár akár a rendezvény, tehát akár a céges rendezvényről van szó, akár erről a vidéki nagyvárosokban megvalósítandó roadshowról, ott azért például hajat festeni, meg hajat vágni nem tudunk, meg új ruhákat megvásárolni sem, tehát erre majd egy-egy nap külön lesz. Úgyhogy ezt valahogy így képzelem el, és így szeretném felépíteni. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtad, és ehhez kívánok neked nagyon sok sikert a jövőben. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy a vendégem voltál. Köszönöm. Kedves nézőink, ez volt már a fehérvári beszélgetések, és vendégem volt Nagy Dóra, a stylist. Tartsanak velünk legközelebb is, szép napot kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.